A Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket, ma szeptember 2-a van Dorina és Rebeka napja. 69 éve véget ért a II. Világháború. A japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. 983 éve vadászat közben meghalt Imre herceg első István fia. Most következzenek a legfontosabb hírek, először röviden. Indul az aláírásgyűjtés a nemzeti tanácsi választásokra. A magyar közösség esetében 1400 aláírást kell összegyűjteni az induláshoz. Az MNT választáson való részvételre buzdítja a vajdasági magyarokat a magyar nemzetpolitikai államtitkár. Vannak még nyitott kérdések a szerb és a magyar nép kapcsolatában, a két nép viszonya azonban az utóbbi időszakban felívelő szakaszba lépett, értékelte megbízatásának 4 évét Nikovic Oszkár távozó belgrádi nagykövet. 120 ezer dinár büntetést is kaphatnak azok a sofőrök, akik az iskolák közelében túllépik a sebességhatárt. Csaknem 1400 támogatói aláírást kell begyűjteni azoknak a politikai pártoknak vagy egyesületeknek, akik listát indítanának az október 26-ára kiírt nemzeti tanácsi választásokon. A támogatóknak és a jelölteknek is szerepelniük kell adott nemzeti közösség külön választói névjegyzékén. Október 26-án fogják a nemzeti közösségek megválasztani 4 éves megbízatásra nemzeti tanácsaikat. A listaállítók lehetnek politikai pártok, civil szervezetek vagy magánemberek. Ahhoz, hogy valaki listát állíthasson, az adott nemzeti közösség tagjainak támogatói aláírása szükséges. A támogatói aláírások azért szükségesek, mint egy legitimitást biztosítanak az adott listáknak. Ezek a választópolgárok, akik valamely listát támogatják, kifejezik támogatásukat a listállító személyeknek, politikai pártoknak, esetleg polgárok csoportjának. Olyan szavazó polgár állíthat listát, aki maga is egy bizonyos nemzeti közösség külön névjegyzékén szerepel. Ez szintén feltétele a listák támogatásának is. Egy választópolgár csak egy listát támogathat. A külön választói névjegyzékre, tehát nemzeti kisebbségenként az összfeliratkozott polgár 1%-a. Tehát a magyar kisebbség esetén ugye ez körülbelül 1300-1400 személy, attól függően, hogy az adott pillanatban hány személy van feliratkozva a választói névjegyzékre. Ladóczky Gyula emlékezteti a polgárokat, hogy még mindig nem késő feliratkozni az adott nemzeti közösségek külön választói névjegyzékébe. Október 11-ig ezt még bárki kérvényezheti, és ezzel jogot formál a választásokon való részvételre. Ismét Magyar Összefogás néven indít listát az októberi nemzeti tanácsi választásokon a Vajdasági Magyar Szövetség. A 2010-es választásokhoz hasonlóan most is 17 VMS tag található a 35 fős listán. A VMS szerdán kezdi meg a támogatói aláírások gyűjtését, amelyet terveik szerint minden magyar lakta területen meg fognak szervezni. Magyar Összefogás néven ismét közös listán indul a Vajdasági Magyar Szövetség a történelmi egyházakkal, a civil szervezetekkel és az értelmiséggel a nemzeti tanácsi választásokon. 4 évvel ezelőtt ez a lista a szavazatok több mint 3/4-ét szerezte meg a voksoláson. A Vajdasági Magyar Szövetség ebben a 35 fős listán kisebbséget fog képezni, és a lista összeállítására pedig megkezdődtek az előkészületek, a kezdeményezések egyeztetése, reményeink szerint ezt mi hamarabb be fogjuk fejezni, és át tudjuk adni majd a belgrádi választási bizottságnál a listát. A Magyar Összefogás Vajdaság szerte több helyszínen szervezi meg a támogatói aláírások gyűjtését. Szabadkán, a Magyar Házban reggel 8-tól délután 7 óráig, szerdán és csütörtökön várják azokat a polgárokat, akik támogatnák aláírásukkal listájukat. Úgy tervezzük, hogy minden olyan településen, ahol élünk, ahol magyarok élnek, megszervezzük ezt az aláírásgyűjtési lehetőséget. Pontos helyszíneket most nem mondanék, hiszen most gyűjtsük be a lehetőségeket, de szerdán reggel 9 órakor beindul az aláírásgyűjtés, reményeink szerint 1-2 nap alatt ezzel a munkával végezni fogunk.
A VMS ügyvezető alelnöke szerint a párt a szükséges aláírások többszörösét fogja begyűjteni, amellyel a polgárok támogatják a magyar összefogást. A Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt 4 évben bizonyította létjogosultságát. Ezt az új magyar nemzetpolitikai államtitkár mondta a Pannon Televízió Szubjektív című műsorában. Potápi Árpád János szerint az elmúlt évek munkájának köszönhetően az MNT megkerülhetetlen tényezővé vált a Vajdaságban. Az interjúban az államtitkár szólt a határon túli magyarság gazdasági megerősítéséről is. Az MNT elmúlt 4 évének szerteágazó feladatai igazolták az intézmény létrehozásának szükségességét, nyilatkozta a Szubjektívben az államtitkár. Potápi Árpád János szerint a Magyar Nemzeti Tanács nélkül a magyarságnak sokkal rosszabb esélyei lennének a megmaradásra Vajdaságban. Az államtitkár éppen ezért arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt a kisebbségi önkormányzati választáson. A Nemzeti Tanács az elmúlt 4 évben bizonyította azt, hogy jó volt a törvénymódosítás, egyáltalán az intézménynek a felállítása. Ez egy nagyon jó dolog volt, és a Nemzeti Tanács valóban a vajdasági magyarságnak az érdekeit képviseli. Az államtitkár beszélt a magyar nemzetpolitika új irányairól is. Mint mondta, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a határon túli magyarok gazdasági megerősítésére. A magyar-szerb viszonyban pedig továbbra is kapcsolatot jelent majd Budapest és Belgrád között a Vajdasági Magyar Szövetség, emelte ki Potápi. Magyarország számára és a magyar kormány számára egy nagyon fontos, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy stratégiai partner a VMS. Hiszen a VMS-en keresztül nem csak az itteni magyarságnak a döntő többsége érhető el, hanem egy hidat képez, illetve egy kapcsolat képez Szerbia és Magyarország között. Az államtitkár szerint az egyik legfontosabb kihívást az jelenti majd a közeljövőben, hogy megállítsák az emberek elvándorlását, és megpróbálják visszacsalogatni a már nyugatra költözött magyarokat. Ebben az erőfeszítésben kulcs szerep jut majd a gazdaságnak. Az anyaországi támogatás révén a vajdasági vállalkozók több embert tudnak foglalkoztatni és magasabb fizetést adhatnak. Tomislav Nikolić szerb államfő háláját fejezte ki Nikolić Oszkár távozó magyar nagykövetnek a Szerbia és Magyarország közötti államközi kapcsolatok fejlesztéséért. Külön kiemelte a tavaly létrejött történelmi megbékélést a két nép között. Együttes erővel sok előítéletet győztünk le, és megmutattuk, hogy jó szándék leküzdi a múlt problémáit. Nikolić Oszkár elmondta, Szerbia és Magyarország vezetői nagy lépéseket tettek az elmúlt időszakban. Véleménye szerint ugyanilyen szellemben kell folytatni a két állam közötti kapcsolatokat. Hozzátette, hogy barátságát a szerb néppel örökké a szívében fogja hordozni. Nikolić Oszkár szép élménnyel távozik Belgrádtól, a szerb és a magyar nép viszonya az utóbbi 4 évben felívelő szakaszba lépett. Igaz, hogy maradtak nyitott kérdések, de azokat kölcsönös jó indulattal meg lehet oldani, mondta Magyarország eddigi belgrádi nagykövete a Pannon RTV-nek adott értékelő interjújában. A beszélgetés során a nyugdíjba vonuló diplomata jövőre vonatkozó tervei is szóba kerültek. Felfelé ívelő szakaszban van a szerb és a magyar nép viszonya, amiben nagy szerepe volt a tavalyi csúrogi megemlékezésnek, amikor Áder János magyar és Tomislav Nikolić szerb elnök közösen hajtott fejet a II. Világháborúban és az azt követően ártatlanul kivégzett áldozatok előtt. A mostani jó viszonya több mint 1 évvel ezelőtti megemlékezéssel alapozódott meg, de azóta is tükröződik a két nép viszonyában a kultúra, a gazdaság és a politika területén is. Azt mondjuk, hogy ugye nem történt konkrét vagy kézzelfogható esemény, újabb lépés csúrog óta, de a viszony szemmel láthatóan, érzékelhetően sokkal őszintébb, jobb, barátibb és természetesebb. Ez szerb részről is, magyar részről is érzékelhető. Hát elég mondjuk csak arra gondolni, hogy a szerb retorika mennyit változott a kisebbségi magyarok iránt, de Magyarország iránt is. Magyarország vezető politikusai többször is hangsúlyozták, hogy támogatják Szerbia európai integrációját. A szerb kormány azon terve, hogy 2020-ra az EU teljes jogú tagja legyen, azonban nem csak Szerbiától, de még csak nem is a magyar támogatástól függ.
A 2020-as időpont önmagában reális, más országnak is 6-8 év kellett a tárgyalásoktól a csatlakozásig. Sok minden függ azonban az uniós légkörtől. Tehát akkor, amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy 2020, akkor mindig arra céloz, hogy Szerbiának 2020-ra készen kell állnia. Ez csak Szerbián múlik, és ez akár reális is lehet. Hogy valóban sor kerül a csatlakozás a 2020-ban, ez viszont más dolgoktól is függ, az Európai Unió befogadó készségétől és a hangulatától. E pillanatban nagyon bővítés ellenes a hangulat. A nyugdíjba vonuló diplomatának egyelőre nincsenek konkrét tervei a jövőt illetően. Mint fogalmazott, egyelőre teljes állású nyugdíjas és teljes állású nagypapa lesz. A 4 év alatt összegyűjtött tapasztalatait azonban mindenképpen szeretné hasznosítani. Várakozásai szerint valamilyen módon szerepet vállal majd a magyar-szerb kulturális kapcsolatok további építésében. Az Európai Unió nyugat-balkáni bővítéséért szállt síkra Federica Mogherini az Európai Parlamentben tartott beszédében. Az EU leendő külés biztonságpolitikai képviselője előrevetítette, hogy a konkrét lépések ebben a folyamatban a tagjelölt országok reformjaitól függnek. Kevés olyan hely van Európában, amelyikre akkora hatással van az Unió, mint a Nyugat-Balkán, mondta Mogherini. Az olasz külügyminiszter, aki Catherine Ashtont váltva november 1-től az EU külügyi élére meggyőződését fejezte ki, hogy Belgrádban és Pristinában megvan az akarat, hogy a megkezdett tárgyalásokat folytassák, az elért megállapodásokat pedig végre is hajtsák. We believe that going on consistently with the enlargement process is not only in the interest of the single countries that are in already in the process or are hoping to get in the process, but is in our own interest as Europeans, as members of the European Union, for a matter of stability, for a matter of security, for a matter of economic prosperity, and I think this is as much as a EU interest as it is a EU responsibility. Bővítés ügyekkel foglalkozhat a Magyar Uniós biztos, Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter azt nyilatkozta, szívesen elvállalná a bővítési biztos pozícióját. A poszt megfelelő lenne Magyarország számára, hisz a keleti és déli társulások, illetve bővítések megvalósításában kompetens és komoly szerepe lehet. Ebben a tagállamok is egyetértenek, állapította meg Gálik Zoltán, a külgazdasági és külügyi intézet tudományos főmunkatársa az M1 ma reggel című keddi műsorában. Donald Tusk lengyel kormányfőt választották meg az Európai Tanács elnökének és Federica Mogherini olasz külügyminisztert az Európai Unió külés biztonságpolitikai főképviselőjének az EU tagállamok csúcsvezetői szombaton Brüsszelben tartott rendkívüli tanácskozásukon. Hamarosan megválasztják az Európai Bizottság biztosait is, hogy ki milyen posztot kap, azt az EB új elnöke Jean-Claude Juncker dönti majd el. A szerbiai utakon 291 gyerek halt meg az elmúlt 10 évben, mintegy 18 ezer pedig megsérült. Az országban 291 úgynevezett fekete pont található, ahol a legtöbb baleset történik, általában az iskolák környékén. Ezen pontok mindegyike biztosítva lesz az elkövetkező másfél évben, és erre mintegy 250 millió dinárt különítenek el, jelentette ki Zorana Mihajlović illetékes miniszter. Hozzátette, addig nem lesznek elégedettek, amíg a halálos áldozatok és a sérült gyerekek száma nem lesz egyenlő a nullával. 120 ezer dinár büntetést is fizethet az a gépjárművezető, aki az iskolai övezetben túllépi a 30 km/órás sebességkorlátozást. Ezt különösen érdemes szem előtt tartani a sofőröknek, mert a tanév kezdetével fokozott közúti ellenőrzésre lehet számítani az oktatási intézmények területén szeptember folyamán. Megáll a szabályosan közlekedő gépkocsi vezető a gyalogos átkelőnél, és átengedi a diákokat az úttesten. Viszonylag nagy a forgalom, de nagyon sok jó szívű autós van olyan, aki megáll. Tehát a gyerekeket átengedi az átjárón, és nem pedig áthajt előttük. Pára nagyon gyorsan mennek, de valaki meg is tud állni. A vezetők azok eléggé vigyáznak, szóval átengedik a gyerekeket, elővigyázatosak. A felsős tanulók segítenek a kisiskolásoknak átkelni a zebrán. Segítek mindig,
mert nagyon jobban vagyok az elsősökkel, mert anyukám tanítani. Nagy a forgalom a Majsai úti általános iskola épülete előtt Szabadkán. Ezért szükség van a fokozott rendőri ellenőrzésre, véli az intézmény igazgatója. A Majsai út egy nagyon forgalmas útszakasz, ahol teherautók, dömperek, slepperek, személyautók tömkelege halad el, és a gyerekek számára egy végtelenül veszélyes útszakasz. Igaz, hogy fekvőrendőrök, úgynevezett fekvőrendőröket elhelyeztek itt, de az nem akadályozza meg a gyorshajtókat. A szabályos közlekedésről tartottak előadást az elsősöknek Belgrádban. A bemutatón Nebojsa Stefanovic is részt vett. A szerb belügyminiszter ismertette az új közlekedési szabályzatot, amely lehetővé teszi a szülőknek, hogy aktívan részt vegyenek a gyermekek biztonságos közlekedésében. Az európai mintára készült új rendelet szeptember 3-án lép életbe. Imamo mogućnost da se svi direktori škola jave policijskim upravama i da oni roditelji koji izraze želju uz obuku koju će dobiti u policijskim upravama, policijskim stanicama, dobiju odgovarajuću opremu i da u skladu sa pravilnikom mogu da učestvuju u zaustavljanju vozača na saobraćajnim prelazima. Az új szabályzat szerint akár 120 ezer dináros bírság is kiróható a gyorshajtókra. Szabadka területén a közeljövőben több kamerát is elhelyeznek majd. Ezzel is megpróbálják biztonságosabbá tenni a közlekedést. Az Állami Egyetemi Karokon tegnap kezdődött a második iratkozási kör. Az Újvidéki Egyetemen 1719 szabad hely maradt a leendő gólyák számára. Ebből 1449 hely önköltséges. Nagy volt az érdeklődés ma az Újvidéki Egyetem toló ablakainál. Folyamatban van a második iratkozási kör. Želeo sam farmaciju na medicinskom fakultetu, pa tu nisam upao. I sad sam konkurisao na tehnološkom fakultetu i na PMF-u više smerova, pa gde upadne. Prvi konkursni rok mi je bio poljoprivredni, ali izdešavalo se neke stvari što baš i nije, ali dobro, nema veze, nećemo sad o tome. Pa ću da pokušam na drugi fakultet, pošto sam od poljoprivrednog odustao što se to izdešavalo i sad više mi se ne sviđa, pa ću da pokušam na prirodno-matematičkom. Az Újvidéki Egyetem legtöbb karán csak önköltséges kategóriában iratkozhatnak be azok az egyetemisták, akiknek az első pályázati időszakban nem sikerült bejutni a választott egyetemre. Így például a jogi karon még 197-en, a közgazdasági karon 259-en, a technológiai karon pedig 21-en iratkozhatnak önköltséges alapon. A bölcsészettudományi karon is még maradt szabad hely. A júniusi iratkozási körben 20 hallgatót vettünk föl, ezek mind a társadalmi költségvetésre iratkozhattak be. 17-en jelentkeztek, és azok közül, akik más szakokra nem jutottak be, 3-an beiratkozhattak utólag. A szeptemberi iratkozási körre 5 önköltséges helyünk maradt, tehát szeretettel várjuk a leendő hallgatókat. A mezőgazdasági kar illetékesei nem nyilatkoztak, de telefonon elmondták, a karon nincs több szabad hely a második iratkozási körre. Az állami egyetemektől eltérően az újvidéki magánegyetemeken még nagyban várják a jövendőbeli elsősöket. Na inženjersko menadžmentu i na menadžmentu informacijnim tehnologijama, znači na svakom smeru po na osobi, je ostalo još 50 mesta u drugom upisnom roku. Dakle, 50 na inženjerskom menadžmentu, 50 na informacijnim tehnologijama, a na menadžmentu u medijima 45. Az állami egyetemi karokon a felvételikre szeptember 3-áig lehet jelentkezni, a felvételi vizsgák pedig szeptember 4-től 6-áig zajlanak. A végleges eredményeket szeptember 12-én teszik közzé, az iratkozásnak pedig 14-ig be kell fejeződnie. Mindössze 4-en jelentkeztek a pótfelvételire a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Az előrelátott 55 helyből júliusban csak 22-t töltöttek be, így akik csak most jelentkeztek, szintén állami költségvetésen folytathatják tanulmányaikat. A Tanítóképző Karon összesen 35 államilag támogatott hely volt. Ez az év, ez egy valóban kirívó év, hiszen a korábbi két évben rögtön az első körben betöltöttünk minden helyet. Ennek az okait már előre is sejtettük, hiszen a Magyar Nemzeti Tanács felmérése alapján már látszott, hogy nagyon sok hallgató jelölt Vajdaságból külföldön folytatja majd a tanulmányait, de ennek ellenére nagyon sajnáljuk, hogy sokan, akiknek esetleg volt lehetősége, nem választotta azt, hogy itthon egy felsőoktatási intézményben magyarul tanulhasson.
Nézzük, mi lesz még a híradóban. Ha akarja, két hét alatt elfoglalhatja Kijevet Oroszország, ezt Putyin orosz elnök mondta. A Kreml ma közölte, a kijelentést kiragadták a szöveg környezetéből. Rekordtermés várható kukoricából a hektáronkénti hozam meghaladja az egy vagont. Az Európai Uniónak nem szabad bedőlnie Putyin blöffjének, az orosz elnök nem fogja elzárni a gázcsapokat, írja a Financial Times európai kiadása. El kell oszlatni azt a mítoszt, hogy az európai államok túlzott mértékben függnek az orosz gáztól. Az EU képes lenne átvészelni a telet anélkül, hogy akár csak egyetlen molekulányi orosz gázt is vásárolna, írják egy cikkben. A szerző úgy véli, a csapok elzárásával Oroszország saját pozícióját veszélyeztetné, mint az EU hosszú távú legfőbb gázszállítója, ha az európai energiapiacon tartósan sikerül megvetni a lábát Amerikának, Ausztráliának és Mozambiknak. A szerző röviden összegzi, Európa meg tud lenni orosz gáz nélkül, Oroszország az, aki nem engedheti meg magának, hogy beváltsa fenyegetését. Ukrajna lerohanásával fenyegetőzött Vlagyimir Putyin az orosz elnök az Európai Bizottság elnökével José Manuel Barrosóval folytatott telefonbeszélgetésében úgy fogalmazott, hogy két hét alatt beveheti Kijevet, ha akarja. Kelet-Ukrajnában továbbra sem nyugszanak a fegyverek. Donyeckben egyre hevesebb harcokat vív az ukrán hadsereg az orosz barát szakadárokkal. Ukrajna szerint Oroszország mostanáig mintegy 20 ezer katonát vezényelt Kelet-Ukrajnába. Ennek köszönhetően nagy mértékben átrendeződtek az erőviszonyok a harcok sújtotta térségben. Az elmúlt napokban 700 ukrán katona esett a szeparatisták fogságába. Vlagyimir Putyin Kijevet hibáztatja, mivel a saját lakosságát löveti, és eddig nem volt hajlandó érdemi párbeszédet folytatni a szakadárokkal. Ha akarom, két hét alatt beveszem Kijevet. Ez volt a legtöbbet idézett mondat Vlagyimir Putyintól hétfőn, aki ezt az olasz média szerint José Manuel Barrosónak, az Európai Bizottság elnökének mondta telefonon. Annak nyomatékosítására, miért nem kellene az EU-nak provokálnia őt a szankció kiterjesztésével. A Kreml kedden közölte, a kijelentést kiragadták a szövegkörnyezetből, és hogy Putyin nyilatkozatának teljesen más értelme volt. A NATO fokozza a készültséget keleti tagállamaiban. A csütörtökön kezdődő NATO csúcson gyors reagálású hadtestet állítanak fel. Legkevesebb 11 egyiptomi rendőr vesztette életét, négyen pedig megsebesültek egy robbantásos merényletben kedden a sínai félszigeten, jelentette a MENA hivatalos hírügynökség. Biztonsági források szerint a rendőrökkel egy út szélén elhelyezett pokolgép végzett, amelyet a tettesek távvezérlővel léptettek működésbe, amikor a rendőrök járműve elhaladt mellette. A vizsgálatok első eredményei szerint a támadást az Ansar Beit al-Maqdis iszlámista csoport követte el, amely saját állítása szerint kapcsolatban áll az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózattal. Több mint 34 milliárd eurónyi támogatásról állapodott meg az Európai Bizottság a magyar kormánnyal, ami a szükséges önerővel nagyságrendileg 12 ezer milliárd forintos fejlesztést jelent a 2014-2020-as időszakban, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Lázár János. A múlt héten elfogadott megállapodást várhatóan szeptember 11-én írja alá Orbán Viktor magyar kormányfő és José Manuel Barroso, az Európai Bizottság leköszönő elnöke. A 2014-2020-as fejlesztési időszak érdemben fogja megváltoztatni az országot, a támogatásai sokkal versenyképesebb, gyorsabban növekvő gazdaság feltételeit biztosítja, jelentette ki a magyar miniszterelnökség vezetője. Az eddig példanélküli nagyságú támogatásból megvalósulhat az a kormányzati elképzelés, hogy 2018-ig minden autópálya elérje az ország határt. A másik fontos cél, hogy a vidéki életformát, a vidéken élő emberek boldogulását és a fiatalok helyben maradását segítő gazdasági eszközöket vezessenek be. Kukoricából rekordtermésre számítanak idén a termelők. Egyes becslések szerint a hektáronkénti hozam több helyen is meghaladja majd az egy vagont. A tengeri előrejelzett felvásárlási árával azonban korántsem elégedettek. A topolyai és a kishegyesi szántókon 38 ezer hektáron érik a kukorica. Termés lesz bőven, vélik a gazdák.
1986-ban volt utoljára ilyen nagy a hozam, mondja Nagy Károly topolyai termelő. 6-6,5 tonna morzsú kukorica meg lesz holdanként, akik rendezték persze a földeket, mert hát a kukorica az nem szereti a szomszédját, pláne hogyha parlagfű a szomszédja, vagy Szudán, vagy ilyesmi. A jószágtartók is örülnek a nagy mennyiségű termésnek, olcsóbb terményárakat remélnek. Idén rekordtermések lesznek, bár is itt Vajdaságban, és ez magával húzza azt is, hogy a terményárak le fognak menni, ami engem, mint sertéstenyésztőt annyira nem szomorít el, hiszen én úgymond bőrön keresztül értékesítek. A felvásárlási árak nagyon alacsonyak évek óta. A nagy hozam még nem elég a termelők boldogulásához. Nem nagyon kecsegtetnek árral bennünket. Emlegettek már 12 dinár, csak az a félő, hogy nehogy még azon is alul legyen, és bizony akkor hiába a nagy hozam, akkor nem lesz kifizetődő a kukoricának a termesztése. A szakemberek közben arra figyelmeztetnek, hogy a nagy mennyiség nem egyenlő a jó minőséggel. Csapadék volt bőven idén, napsütésből viszont annál kevesebb jutott a növényeknek. A magas nedvességtartalom kedvez a gombák megjelenésének. Mindenféleképpen szárításra nagyon szükség van, mert ezek a gombák azok, amik a raktárhelyiségekben, górékban előidézik az aflatoxin, tehát a mikotoxinoknak a megjelenését, ami tudjuk, hogy nagyon veszélyes. A korai tengeri fajták törése vélhetően szeptember végén kezdődik majd. Megszerezte első győzelmét a szerb férfi röplabda válogatott a lengyelországi világbajnokság második fordulójában. Igor Kolákovics csapata 3-1-re vert Argentinát és nagy lépést tett a csoportból való továbbjutás felé. A válogatott csütörtökön játssza következő mérkőzését, az ellenfél Ausztrália lesz. Megnyíltak a közjegyző irodák Szerbia szerte, vendégünk Buczko György jogász. Hogyan reagálnak erre a jogászok? Hát mi elképedtünk. Nem az miatt, hogy a közjegyzőség intézményét bevezették Szerbiában, mert ez egy nyugat-európai több évtizedes, sőt évszázados hagyomány. Csak hogy a közjegyző munkaköre, feladatköre az, ami elképesztő. Azért, mert még nyugaton, ahogy a neve is mondja, a közjegyző, az közokiratokat és egyéb okiratokat szerkeszt, bizonyos esetekben szerkeszt, de elsősorban hitelesít, illetve egyes eljárásokat, elsősorban hagyatéki eljárást levezet, lefolytat a bíróságok helyett. Ezt nagyon tömören összefoglalva a közjegyző intézményének a definíciója, nyugati értelembe véve. Na most ez egy nyugati modellt másol Szerbia, csak fejtetőre állította az egész rendszert. Azáltal, hogy olyan hatáskörökkel ruházta fel a közjegyzőt, amit ebben az elképzelésben, hogy kettő közjegyző lesz például Szabadkán mindössze, ezt lehetetlen elvégezni. Annyi feladatot ruháztak rájuk. Egyébként úgy Szerbia szempontjából teljes területre levetítve, hány közjegyzőt kapott az ország, és milyen a területi elosztás? Számszerűen nem tudom megmondani, elvileg 25 ezer lakosra kellene jusson egy közjegyző, ez a szám még nincs meg, mert például Kikindán nincs egy sem, és mégis bevezették a törvényt, Szabadkán is csak kettő olyan, holott nem 50 ezer lakos van, tehát ez egy ilyen menet közbeni, kierőltetett életbe léptetés egy törvénynek, ami önmagába véve, mint törvény rendben volna, ha nem így ilyen módon hozták volna meg, septében és nagyon rosszul összetákolva. Pontosan ez mit is takar Szerbiában, mi lesz a dolga a közjegyzőknek? Tehát Szerbiában, ugye ellentétben a nyugati modellel, ők fogják az ingatlan forgalmi szerződéseket nem csak hitelesíteni, hanem szerkeszteni is. Nem kizárólag ugyan, tehát elvileg elmehet a polgár egy ügyvédhez is, hogy ahogy azelőtt, aki ugye a szakterülete, a szerződés elkészítése mindig is az volt, tehát elkészítheti akár a szakember is ezt, de aztán a közjegyzőhöz kell, hogy menjen, a közjegyző ezt közokiratba foglalja, magyarul átírja, átszerkeszti, és gyakorlatilag ő készíti el. Tehát csak egy ilyen kis szakmai segítséget nyújthat az a szakember, aki eddig ezt önállóan készítette. Ahelyett, hogy csak pusztán hitelesítene, vagy pedig, ahogy a Magyarországon van, Horvátországban és az összes Európai Uniós államban, a közjegyző, illetve az ügyvéd között a polgár szabadon választhat ingatlan forgalmi adásvétel, ajándék, mi egyéb,
szerződések elkészítésekor. Tehát szabadon választ a polgár, hogy kihez megy, kiben van bizalma. Ha megy az egyikhez, akkor az megcsinálja, és lehitelesíti. Tehát Magyarországon is, Horvátországon is lehitelesíthetik például az ügyvéd is, Magyarországon száraz bélyegzővel az aláírásokat. És ő felel érte természetesen. Van neki mit kockáztatni, veszti a diplomáját, ha valamit visszaélés követel. Ezzel szemben itt ez az intézmény megszűnt, ez több évtizedes múltja van ennek, ez a rendszer jól működött, és most ezt állítólag két ember fogja végezni Szabadkán. 130 ügyvéd dolgozott ezen. Állítólag, ugyebár, amit említett, hogy 25 ezer lakosra kellene, hogy jusson egy közjegyző, hát ugye Szabadkának nem 50 ezer lakosra van, ugyebár ezt jól tudjuk, és állítólag egyik közjegyző sem tud magyarul. Akkor ez hogy fog működni? Sajnos ez igaz. Nem tudnak. Csak azt tehetik, ahogy a törvény is előírja, hogy vagy ismernie kell ezt a nyelvet ilyen városban, mint Szabadka, ahol hivatalos nyelv, vagy ha nem, akkor pedig arról kell bizonyítékot benyújtania, hogy bírói fordítót alkalmaz. Na most én személy szerint is bírósági fordító vagyok, azon kívül, hogy ügyvédi teendőket végzek, én már 23 éve. Elmondhatom, hogy a bírósági eljárásokban is borzasztóan lassítja az eljárást, amikor egy fordítóval kell valamit intézni. Itt, ahol a túlterheltség miatt, és most hadd mondjak el számokat, tehát Szabadkán 130 ügyvéd készítette a szerződéseket. Topolyát beleértve, mert azt is itt felesítették, még több. Na most ezt a munkát állítólag most két ember fogja elvégezni. Tehát ez képtelenség. Egyéb számok. Ez év, augusztus 12-ig a szabadkai alapfokú bíróságon szerződést, ingatlanforgalmi szerződést 3200-at hitelesítettek. Egyéb hitelesítési okiratokat, amilyen aláírás, hitelesítés egyéb, a 10 000-es számnál tartanak. Két ember, kizárt dolog, hogy ezt még hitelesíteni is tudja, hát még megszerkeszteni. És hát akkor nem beszéltünk egyéb... Fognak húzódni majd ezek az ügyeket. Várólisták lesznek. Egyébként ugye említette, hogy tehát nyugati mintára vette át Szerbia ezt a közjegyzőséget, de mégsem azért a nyugati mintára ezek szerint. Miért volt erre szüksége az országnak egyáltalán? Ezt mi csak találgatni tudjuk. Ez olyan elképesztő törvény, ez a rendelkezés, hogy mi ügyvédek teljesen el vagyunk képedve. Nem tudok más szót használni, magyarázatot se találok erre, mert semmi értelmét nem látom. Tehát egy jól működő rendszert, ami évtizedeken keresztül jól működött. Van egy ügyfél, akinek van egy bizalma egy szakemberbe, akihez 10 éve jár, aki intézi a családügyeit. Elment hozzá, és aznap szükség esetén elkészítette, lehitelesítette a bíróságon, kifizetés megtörtént, és mindenki ment a dolgára. Na most ezt a jól működő rendszert miért kellett tönkretenni, és miért kellett egy teljes jogbizonytalanságot felállítani, egyszerűen érthetetlen. De nem csak, hogy érthetetlen, a magunk részéről tegnap volt Szabadkai Ügyvédi Alapszervezet gyűlése, ahol tájékoztatást kaptunk az Újvidéki Kamara álláspontjáról, és elmondhatom, hogy szeptember 13-án a Szerbiai Ügyvédi Kamara gyűlés tart, és ott ez persze napirendi ponton lesz, és számos intézkedést próbálunk tenni annak érdekében, hogy ezt meggátoljuk. Egészen pontosan milyen javaslatokat fogalmaztak meg, illetve hogyha nem változik ez a dolog a törvényhozók és a közjegyzők felé, illetve a jogászok és a közjegyzők között, akkor mik lesznek a következő lépések? Hát a Kamara, Szabadkai Alapszervezet, illetve az Újvidéki Kamara javaslata a belgrádi, illetve a szerbiai kamara felé az, hogy elsősorban szüntesse meg a belgrádi kamara abban a szakmai csoportban való részvételt és együttműködést, amelyik az európai integrációs tárgyalásoknak a jogharmonizációjában segít. Tehát ezt függessze fel, mivel ez egy jogtiprás, egy teljesen Európa ellenes jogszabály, amit most ki erőszakkal bevezetnek. Ezen túlmenően, hogy tájékoztassák a Nemzetközi Ügyvédi Szervezetet, ugyanezért, hogy ők is szüntessék meg, illetve tagadják meg a további szakmai együttműködést ezekben a jogharmonizációs eljárásokban, mindezáltal tiltakozván, hogy egy ilyen, nem tudok, nem is akarok finomabb szót használni, egy ilyen balkanizálási folyamatot vezetnek be erőszakkal, kikényszerítve egy ilyen nyakatekert intézkedést, ami teljesen életképtelen. Utko, köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Szívesen. Nézzük a nap eseményeit még egyszer röviden.
Indul az aláírásgyűjtés a nemzeti tanácsi választásokra. A magyar közösség esetében 1400 aláírást kell összegyűjteni az induláshoz. Az MNT választáson való részvételre buzdítja a vajdasági magyarokat a magyar nemzetpolitikai államtitkár. Vannak még nyitott kérdések a szerb és a magyar nép kapcsolatában, a két nép viszonya azonban az utóbbi időszakban felívelő szakaszba lépett, értékelte megbízatásának 4 évét Nikovics Oszkár távozó belgrádi nagykövet. 120 ezer dinár büntetést is kaphatnak azok a sofőrök, akik az iskolák közelében túllépik a sebességhatárt. Maradjanak velünk továbbra is, a híradóban bemutatott bejátszásainkat visszanézhetik, valamint egyéb híreket is találhatnak a pannonrtv.com oldalon. Szép estét, jó éjszakát kívánok!